Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció ügyvezető, alelnöke és Európai Parlamenti képviselője a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az Altus, Gyurcsány Ferenc cége egy megbízást kapott az Európai Bizottságtól egy konzorcium élén, hogy a most futó 2014 és 20 közötti költségvetési időszakot ellenőrizze bizonyos szempontok szerint. Van-e mögött pártfinanszírozás? Másfél milliárdos forintban számolva, másfél milliárdos megrendelésről van szó. Akkor mielőtt válaszolnék arra a konkrét kérdésre, hogy van-e mögötte pártfinanszírozás, nyilván nincs, is el is mondom, hogy miért nincsen. Hat pontos csak rögtön a bekezdésnél, mert amit ön mondott, az nagyban hasonlít ahhoz, amit ebben fideszes politikusok szoktak mondani. A baj csak az, hogy nem igaz. Két dolog sem igaz. Egyrészt nem igaz, hogy másfél milliárd forintról van szó. Az elmúlt időszakban fideszes politikusok egész sora mondta fel ezt a képtelen összeget, még olyanok is voltak közöttük, akik gondolom, hogy megpróbálják ezt ilyen egyszerűen érthetően súlykolhatóvá tenni, napi 3 millió forintról beszéltek, szóval tegyük tisztába. Az elnyert összeg ennek a másfél milliárd forintnak kevesebb, mint a 10 százaléka, kevesebb, mint az egy tizede, ráadásul ezen a kevesebb, mint egy tizednyi pénzen Tudom, is... stimmel, csak többen vannak a konzorciumban, nem, akik erre Nem, nem, hadd mondjam el még egyszer pontosan. Az összeg kevesebb, mint egy tizede, és ezen az egy tizednyi pénzen osztoznak a konzorcium tagjai 11-en. Vagyis nem másfél milliárd forintról van szó, hanem több év alatt, kettő-három év alatt alig néhány 10 millió forint bevételről. És ami nem is beszéltük, hogy ennek mennyi a végén majd a haszna az a jövedelem, ami ebből származik. Vagyis több szempontból nem igaz ez a szám. Nem csak azért, mert többen vannak a konzorciumban, hanem a konzorciumi tagok együttesen is csak ennek alig kevesebb, mint, ö, ö, kevesebb, mint egy tizedét nyerték meg. az ami hogy válaszol a kérdésemre, hogy hogy nincs-emögött pártfinanszírozás. finanszírozás. Nézze. Nagyon egyszerű ez a történet. Két okból nem lehet -e mögött pártfinanszírozás. Az egyik az az, hogy Gyurcsány Ferencnek még egyelőre nem sikerült megoldani azt a problémát, amit még a Názának sem sikerült megoldani, ez pedig az időutazás. A fideszes politikusok ugye azt mondják, hogy tavaly Gyurcsány Ferenc 16 millió forinttal támogatta a demokratikus koalíciót, már pedig ez a szerződés még csak most köttetett, még ezt a munkát el sem végezte az Altusz, ebből jövedelme pedig nem származott. Hogyha nem követjük el azt a csúnya blaszfémiát, hogy azt mondja, mondjuk, hogy már az Úristen a mindenható és Gyurcsány Ferenc kottájából játszik, akkor könnyű belátni, hogy ez lehetetlen. Jövőben megkeresendő pénzéből Gyurcsány Ferenc tavaly nem tudta 16 millió forinttal támogatni a dk -t. De játszunk el a gondolattal, hogy mi lenne, ha itt történne a jövőben. Megnyerték ezt a pályázatot, az Altusznak ebből bevétele származik, ezt a bevételt vagy annak egy részét Gyurcsány Ferenc tulajdonosként, osztalékként kiveszi a cégből, és annak egy részét a DK-nak adja. Játsszunk el a gondolata, hogy ez megtörténne mondjuk kettő vagy három év múlva, Igen, akkor, akkor ez az... szörnyű lenne? Ez rossz lenne ön szerint? Nem egy polgári erény az, hogy egy párt vezetője, a párt bármelyik tagja a saját magánvagyonából, amit egyébként tisztességesen leadózott már, abból támogatja a saját pártját. Én magam is így teszek. Tavaly évben is adtam a DK-nak, tavaly előtt is adtam, és idén is fogok adni akkor, a saját szerint... lehetőségeinek definíció megfelelően. szerint ez a pártfinanszírozás. De nem tiltott pártfinanszírozás. Hadd mondjak egy, vagy játszunk el egy egyszerű gondolattal. Ön a Kossuth Rádió, a Magyar Közrádió alkalmazottja. Ön a Magyar Közrádiótól pénzt kap minden hónapban, ez az ön fizetése. Az ön fejében megfordulna az a gondolat, hogy támogat egy pártot, mondjuk a DK-t, vagy tudja mit, ne a DK-t, mert hát ha az, önnek az állásába kerülne itt a közrádiónál, hanem mondjuk a Fideszt, mondjuk 500 ezer forinttal akkor hogyha a fideszes politikusok logikáját visszük, akkor mit, mire kéne következtetni? Arra kéne következtetnünk, hogy a közrádió, a magyar állam tiltott pártfinanszírozást végez, mert az ön leadózott jövedelmén keresztül pénz jut a Fideszhez. Hiedi, nem nonsens ez a dolog? addig nem tudnék a lelkismeretemmel elszámolni, és erre vonatkozik a kérdésem. És az Európai Bizottság főigazgatója is hasonlóképpen látja, hogy ennél a, ebben a kérdésben nem voltak elég körültekintőek, és erről tárgyalnak kedden, holnap a magyar miniszterelnökséget vezető miniszterrel. Mi van, hogyha keresztül húzzák ezt a szerződést? Nem tudjuk, hogy igaz ez az állítás, hogy ezt mondja az Európai Bizottság főigazgatója, ugyanis azt a levelet, amire hivatkozik talán Csepregi államtitkár úr, azt nem voltak hajlandóak megmutatni sem nekünk, országgyűlési képviselőknek. Varju László, a DK országgyűlési képviselője kikérte ezt a levelet, és nem voltak hajlandóak megmutatni sem másnak. Egy olyan levélre hivatkoznak, aminek egyébként a tartalmát eltitkolják a Magyar választópolgárok elől. Ez az első, ami nagyon fontos. Most önök ezt hogy próbálták ez -e. megszerezni a de megszerezni. A magyar részről, vagy pedig no. az Európai Bizottság főigazgatójától nem, is? Nem, itt magyar részről kértük uh -huh. el, attól a magyar miniszterelnökségtől, aki elvileg ezt a választlevelet megkapta Brüsszeltől. Nem voltak hajlandóak ezt odaadni, pedig egy országgyűlési képviselőnek ezt muszáj lenne é, odaadni. Kicsit sok a hipotézis ebben a beszélgetésünkben, de mi van, hogyha létezik ez a levél, és mi van, hogyha ez a véleménye az Európai Bizottság főigazgatójának, hogy nem voltak körültekintő amikor egy volt miniszterelnök cégére bízták ezt a munkát. Nézze, nyomát nem láttam ennek. Múlt héten mi Gyurcsány Ferencsel Brüsszelben tárgyaltunk. Három egyébként az Európai Néppárthoz, tehát a Fidesz párt családjához tartozó európai biztossal találkoztunk. Szóba sem hozták ezeket az ügyeket. Oly természetesnek tekinthető, hogy itt szó nincsen semmilyen tiltott pártfinanszírozásról, hogy olyan biztosok, akik egyébként erről tudhatnak és tudtak is, ilyen hatalmas, mutatom rádióban nem látszik, de óriási dossziék voltak előttük, nyilván felkészültek a DK-ból is, és Gyurcsány Ferencből is, meg sem említették ezt a dolgot. Én kizártnak tartom. Jó, tehát csak egy bármilyen tisztázunk. probléma lehet. Tehát, hogy ön ö, ö, ismeri az Európai Bizottság főigazgatója alaposságát, most azokból, amit elmondott, erre következtetek. Tehát, hogy ezt a döntést annak tudatában hozta meg, hogy Gyurcsány Ferenc a volt miniszterelnök. Tehát, hogy biztos, hogy nem fordulhat elő az a helyzet, hogy itt valami fatális véletlenről van szó. Szóval Európai Bizottság főigazgatója csak most értesült arról, hogy Gyurcsány Ferencnek mi volt a korábbi Én ez, ez Tényleg nagyon sok ha és hipotézis ez, ez, ez van ez a beszélgetésben. Egy dolog biztos. Csak nem, a főigazgató, igazgató, belül. nem a főigazgató hozta ezt a döntést. Háristen Isten nem úgy működik az Európai Bizottság, mint a magyar kormány, ahogy ugye megtudtuk legutoljára volt amerikai nagykövetnek a visszemlékezés könyvéből, hogy politikai szinten döntenek különböző pályázatokról. Európai Unióban ez nem így működik. Szakértők döntenek. Valószínűleg az Európai Bizottság Bizottság főigazgatója nem is tud erről, ennek a pályázatnak de, de a, nem, konkrét nem ez volt a kérdésem Az volt a kérdésem lényege, hogy elképzelhetőnek tartja -e, hogy nem tudtak róla, hogy Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök. Ézze nyilván én bármit elképzelhetőnek tartok, de rendkívül valószínű. Hát, jobban ismeri az, az európai bürokraták. Valószínűtlennek tartom ezt a dolgot, rendkívül valószínűtlennek tartom. Szerintem Lázár Jánosnak semmi dolga nincsen ebben az ügyben Brüsszelben. A magyar állampolgárok érdekében neki nem kell elutaznia Brüsszelbe azért, hogy ezt holnap tisztázza, ha cinikus akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy remélem a magánpénzén utazik, mert a magyar államnak nem kell arra költenie, hogy a magyar adófizetőket nem érdeklő ügyet azt megpróbálja Brüsszelben kiderítenie. Nézze. Még politikai ellenfeleink is elismerik Magyarországon, például az LMP. Siffer András, hogy egy politikai hisztiről van szó ebben a dologban, hogy szó nincsen tiltott pártfinanszírozásról. Egész egyszerűen egyszerűen egy dologról van szó. A DK az elmúlt időszakban jelentősen erősödött, két ellenzéki párt volt, a Jobbik és a DK, amelyik erősödni tudott, és a Fidesz idejét látta annak, hogy megpróbáljon velünk szemben valamit tenni. Hát úgy néz ki ez inkább siker. Volt, mint Az altusz ügyről beszélgettünk, tehát meglátjuk. Ezekkel, ezektől a feltételes módoktól holnap talán megszabadulunk, és akkor még egyszer tudunk erről beszélni. Molnár Csabával, a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnökével és Európai Parlamenti képviselőjével.